Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélek Emelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal az irgalmas messiásról gondolkodunk, Isten küldöttéről, Isten fiáról, aki igazolja az Úristen szándékát arra vonatkozóan, hogy az ember éljen, az ember boldog legyen, hiszen az Úr nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy letérjen útjáról és éljen. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ezt az isteni szándékot képviseli Jézus messiási küldetésében, emberi küldetésében, gyógyító szeretetében. A mai alkalommal Szent János evangéliumából a 8. fejezet első 11 versét olvasom, a házasságtörő asszony esetét. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát, te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy a próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Szent János evangéliumának 8. fejezetéből az első 11 verset olvastam. Ez lesz mai közös gondolkodásunk szentírási alapja. Jézus az irgalmas messiás, Isten irgalmát mutatja meg az embernek, hiszen ezért jött, ezért lett a mi fölkentünk, a mi szabadítónk, hogy a Jóisten irgalmában részesüljünk. Ezt az esetet tágabb értelemben is szeretném kedves nézőinkkel átgondolni, mégpedig az irgalom kapcsán Jézus gyógyító szeretetét is szemügyre vesszük, mert hiszen ebben is a gyógyító, a világ rendjét helyreállító szándék mutatkozik meg, amikor Jézus megbocsájt, amikor a lélek sebeire és a lélek betegségére, vagyis a bűnre figyelmeztet, és irgalmat gyakorolva ezzel a házasságtörő asszonnyal kinyilvánítja, hogy nem az ítélkezés az érdekes, én sem ítéllek el, mondja neki, menj, de többé ne vétkezzél. Tehát ne vétkezz, ez a gyógyításnak a figyelmeztető szava, mint egy parancs szava, mert a bűnbocsánatban meggyógyul a lélek, és ez az egyéb lelki vagy testi bajok előzménye is, mármint a bűn a rossz, és előzménye a bűnbánat, a gyógyulásnak előzménye, a lélek békéjének, a lélek megtisztulásának lehetősége. Jézust kelepcébe akarják csalni, mint egy
szakembert kérdezik őt meg, ezért szólítják így meg ezek a kérdezősködők, az írástudók és a farizeusok, és azt mondják, hogy mester, rabbi. Itt van ez az asszony, akit házasságtörésen értek. Mi legyen vele? Nem volt könnyű Jézusnak válaszolni, ha emberi értelemben nézzük, vagy azt a kelepcét próbáljuk leleplezni, amit kifejezetten rossz indulattal állítottak Jézusnak. Mert ha azt mondaná, hogy ne legyetek ilyen kegyetlenek, és ne ítéljétek halálra, akkor szembefordulna a mózesi törvényekkel, hiszen a házasság törő asszony büntetése a halál, a kivégzés, vagy megkövezés, vagy megfojtás, ilyen szokás is volt, mindenképpen bűnhődnie kell. Tehát ha irgalmat gyakorol így módon, hogy felmenti őt, és azt mondaná a kérdezőknek, hogy nem kell ilyen szigorúan megbüntetni, akkor már is azt mondanák, hogy semmibe veszi az ősök hagyományát, sőt, Mózes törvényeit. Ha pedig helyeselné a kivégzését, akkor irgalmatlan lenne, akkor ő ugyanolyan kemény szívű lenne, és ugyanolyan rideg lenne az asszony sorsával kapcsolatosan, mint a vádlók, a vádaskodók. Jézus azonban emberi okossággal, de még inkább isteni bölcsességgel válaszol, és a válaszában a vádlókat vádlottá teszi, érdekes fordulat következik be ebben az esetben, mert belátják a vádlók, hogy ők is bűnösök. Mivel ez a válasz elgondolkodtató, a lelkiismeretre ható, nem kitérő válasz, hanem eligazító, sőt, isteni bölcsességgel útmutató válasz, az vesse rá, az dobja rá az első követ, aki közületek bűn nélküli. Tehát nem mondta azt sem, hogy kövezzétek meg az asszonyt, sem azt, hogy mentsétek föl, meg kell tartani a törvényt, akik a megkövezést elhatározták, jogosan cselekszenek. Isten azonban másként gondolkodik, Isten irgalmas. Isten nem szívleli az ember kemény szívűségét, mert nem akarja a bűnös halálát, ahogyan Ezekiel prófétán keresztül is ezt hirdeti az Úr, hanem hogy letérjen útjáról és éljen. Ezt egyébként Jézus kortársai is hallhatták már bőven évszázadok óta, és ismerhették az írásokból Istennek ezt a fontos tulajdonságát és szándékát. Jézus azonban, aki valóban rabbinak is nevezhető, mester és tanító, felülemelkedik az írások, a törvények emberi megközelítésén, és ő az isteni nagy lelkűséggel, irgalommal gyakorolja azt, nem törli el a törvényt. Erről is gondolkodtunk már itt a lélekemelő műsorunkban, hogy nem veszhet el egy íbetű, egy vesző sem a törvényből, Jézus nem törli el a törvényt, de beteljesíti, és éppen ez az a beteljesítés és a tökéletessé tevés, hogy nem a törvény betűje, hanem a szelleme, a szándéka a fontos, és a törvényhozó, aki a törvényt adta, nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen. Menj, de többé ne vétkezzél, meg kell térnie ennek az asszonynak is. Jézus irgalmat gyakorolt vele. El kell gondolkodnunk tehát, mi is zajlott itt. A vádlók vádlottak lesznek, szembesülnek azzal, hogy ők sincsenek bűn nélkül. Olyan helyzetbe hozza őket Jézus, mint ahogyan az egyik példa beszédében beszél a farizeusról és a vámosról, a példaadó emberről,
aki mások számára is a magatartásával, a törvény tiszteletével, a törvény külsőségeinek megtartásával másoknak is példát akar adni, és ott van a közismerten, vagy eleve bűnös, a bűnös tisztátalan foglalkozású ember, a vámos, és elmennek a templomba, elmennek imádkozni, a farizeus előre megy, az Úr előtt is hivalkodik, hogy ő milyen jó, milyen sok emberrel jót tesz, és valójában ő minden törvényt és előírást megtart. A vámos a tekintetét sem merte fölemelni, csak annyit mondott az Úrnak, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. Ezek a megkövezők, ezek az ítélkezők hasonlóképpen járnak, mint a példázatbeli vámos, aki magától látta be, vagy ismerte fel azt, hogy ő rászorul Isten irgalmára. Itt, ebben a találkozás jelenetben, a házasságtörő asszony esetében, ezek a vádlók Jézus szavára kénytelenek belátni, hogy ők is bűnösök. Nincs jogalapjuk arra, hogy ők követ ragadjanak, és valakit kivégezzenek. Kezdve a véneken eltávoznak. Egyébként nem a házasságtörés konkrét bűnéről beszél itt Jézus, amikor figyelmezteti őket, hogy az dobja rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Tehát nem csak a házasságtörés esetére, tehát nem ilyen sajátos szempontból nézve a büntelenséget, hanem általában. Mindenki, minden ember rászorul az Úr irgalmára. Mindannyian szükségét látjuk, érezzük, hogy feloldozást, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, már amennyiben akarunk megváltozni, és bűnbánatot tartunk. És a bűnbocsánat meghozója és a bűnök eltörlője egyedül Isten, az Isten fia, a megváltó Jézus. Az öregek indulnak, az idősebb korúak távoznak először. Arra is gondolhattunk bizonyára azért, mert ők már koruknál fogva is többet tudtak vétkezni, mert már idősebb korúak, tehát az emberi életkoruk indokolja azt, hogy aki már idősebb, annak már bizonyára több bűne is van. De arra is lehetne gondolni, hogy az időskoruk már a halál közelséget is jelenti, és a halálban az ember kénytelen felismerni a számadásnak kényszerítő erejét, tehát azon túl már nincs érdemszerzési lehetőség, nincs mit változtatni az életállapotunkon és a lelki állapotunkon, emberi értékeinken vagy bűneinken. A halálon túlra gondolunk, hanem még itt, ha még időnk van, amíg itt a Földön élünk. Addig lehet megtérnünk, addig lehet változtatni az életünkön. Talán ezek az éltesebb korúak úgy gondolták, hogy bizony, mi már közel vagyunk a számadáshoz, és kiállhat meg nyugodt szívvel Isten ítélőszéke előtt egyikünk sem. Csak akkor, hogyha még időben elrendezzük a dolgainkat, és valóban igaz módon, tiszta lélekkel lépünk az Úr színe elé. Mindenesetre az idősebbek távoznak először, végül egyedül marad az asszony, és ott van a mester, ki kinyilvánítja, hogy ő sem ítéli el ezt az asszonyt. De ne vétkezz többet. Ez az irgalomnak a feltétele, ez a bűnbocsánat feltétele, hogy az ember elhatározza a javulást, elhatározza, hogy új életet kezd. Figyelemre méltó Jézusnak az embersége is. A tapintata. Mondhatjuk természetesen azt, hogy ő úgyis mindent tud az emberről, és a Biblia is megjegyzi, hogy tudta ő, hogy mi lakik az emberben, és tudja az Úr, hogy mi van az ember szívében.
mert ő a szívek vessék, a belső világunknak az ismerője. De nem azért nem firtatja az asszonynak a bűneit, mert ő úgy is tud róla mindent, hanem tapintat, emberség. Ez jellemzi Jézust, nem akarja bele döngölni a bűntudatába, vagy a bűnének a részleteibe, de nem kezd el faggatózni Jézus, hogy kivel vétkeztél, meg hányszor vétkeztél, meg hogy is gondoltad ezt, meg... Tehát a részletek nem érdekesek ilyen értelemben, mert ő irgalmat gyakorol, és az irgalmas Isten a múlt lezárását, a bűn elhagyását kívánja, nem azt, hogy azon rágódjunk, tépelődjünk, kínlódjunk. A bűn úgyis sajnos magában hordja a büntetését, tehát attól nem tudunk eltekinteni, de a Jóisten nem akar újabb terhet, és nem az önmarcangolást akarja ránk tenni, tehát nem akar még jobban megterhelni bennünket, elég az, hogyha az ember belátja a bűnt és elhatározza a javulást. Mert Isten irgalmas, és ő gyógyít. Ha már valaki a gyógyulás útjára lép, akkor már hála Istennek nem kell a betegségnek az előzményeit vagy gyökereit vizsgálni. Ha már tudjuk, mi a baj, megvan a gyógyír, a gyógyszer, a megoldás, akkor ez a lényeg, előre kell tekinteni és várni, és előmozdítani a gyógyulást. Ez történik a bűnös asszony esetében is. Jézus tehát nem vájkál az ő lelkében, nem tépi fel a bűn okozta sebeket, hanem csak megkérdezi, senki sem ítélt el. Azt is látja egyébként, látja, hogy csak ketten maradtak az asszonnyal. Senki nem ítélt el. És mivel ez így volt, Jézus sem ítéli őt el. Bár ő elítélhetné, mert egyedül az ítélet Istené. Csak Isten ítélkezhet fölöttünk, de az ítéletet valójában rábízza a fiúra, és a fiú pedig valójában a mi szabad elhatározásainkba helyezi magát az ítéletet is. A cselekedeteink, az életünk ítél meg bennünket valójában. És ha valaki eljut a bűnbánat legfőbb fokára, akkor már ezt az ítéletet is kimondta maga fölött. A bűn gyógyulást kíván, a bűnből föl kell kelni, és ezt egyedül Isten adhatja meg. Az Úr Jézus tehát gyógyítóként jött közénk. A lélek gyógyulását adja meg elsősorban. Jézus a gyógyító szeretetet többször gyakorolja. Én valójában ezt a jelenetet, ezt egy gyógyító történetnek tartom, vagy legalábbis most ebben az összefüggésben szeretnék kedves nézőinkkel erről közösen gondolkodni. Mert ne feledjük el, hogy valahányszor egy csoda történetről olvasunk az evangéliumban, valahányszor Jézus gyógyít, akkor mindig a lelket nézi, a lélek épségét és üdvösségét. Ezt akarja előmozdítani, mindig szó esik a hitről, az Isten iránti bizalomról, és a bűn bocsánatról. Menj, bocsánatot nyernek bűneid. Tehát ez az első, a gyógyulásnak az előzménye, a bűn bocsánat. Mert mi is a betegség? Egy olyan kellemetlen, rossz és nem kívánt rossz az ember életében, amit a bűn okozott. Nem olyan egyenes összefüggésben, ahogyan Jézus kortársai vagy az Ószövetség népe erről gondolkodott, hogy aki beteg, az azért beteg, mert vétkezett, vagy ő vétkezett, vagy valamelyik felmenője vétkezett, és ez tehát az ő
jogos büntetése a bűnei miatt. Ha nagyobb a betegség, akkor bizonyára a bűn is, mint előzmény, nagyobb volt. Jézus ezzel nem azonosul, de egyébként nem vitatja, és a messiási küldetése éppen ezért kapcsolja össze a gyógyítást a bűnbocsánattal, mert szoros összefüggés van a bűn, a betegség és a halál között, mert ha megromlott és meggyengült emberi természetnek az előidézője a bűn, a bűnbeesés, az Istentől való elszakadás. És ezért, mivel valóban a bűnös állapotnak és a gyenge emberi természetnek a következménye ez, ezért ennek orvoslása is a bűnbocsánattal kezdődik. Tehát Jézus, amikor gyógyít, akkor a lelket is gyógyítja. Ma is lélektanilag is szoktak arról beszélni, hogy összefüggenek a betegségek a lelki bajokkal. Itt nem kifejezetten pszichológiai értelemben, nem a bűnre gondolnak okvetlenül, hanem lelki bajokra, gyötrődésre, lelki problémákra, és annak vannak testi vetületei és hatásai, vagy testi betegség. Ugyanígy a gyógyulás is könnyebben történik, hogyha a lélek is helyre áll, és a lélek állapota is épp. Tehát a lélekkel hatunk a testre rossz értelemben is, vagy a javulás értelmében is. Vannak kétségtelenül ilyen összefüggések, de itt most teológiai értelemben, hitbeli értelemben másról van szó. El kell szenvednünk a testi bajokat és a halált is, mert az ember bűnbe esett, és az élet urától, az élet ajándékozójától, az Istentől elszakadt. Ezért van minden ilyen rossz, de ezért van egyrészt bűnbocsánat, és van kiút a bűnből, a bűnös állapotból, és másrészt pedig az értelmetlen betegség és szenvedés is ezáltal, ha azt az ember valóban tiszta szívvel vagy ártatlanul viseli el, akkor érdemszerző, mások javára, sőt az ember saját lelke javára fordíthatja a testi megpróbáltatásokat vagy betegségeket. Jézus tehát gyógyít, és ez a házasságtörő asszonnyal való találkozás is valójában egy gyógyítás. Ez az utolsó elbocsátó mondatból derül ki, menj, de többé ne vétkezzél. Jézus a gyógyító szeretetét átruházta tanítványaira is. Tanítványok is űztek ki ördögöket, gyógyítottak betegségeket, és a tanítványoknak is meg lett később a megváltás szent eseménye a keresztáldozat és feltámadása után a bűnbocsátó hatalmuk, tehát a tanítványok is megkapták a lehetőséget arra, hogy a lelkeket gyógyítsák. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot. Tehát feltámadása után, amikor Jézus rá lehel a tanítványokra, rájuk leheli a szent lelket, akkor ezt a bűnbocsátó hatalmat adja a szent lélek által nekik, és ezt gyakorolják Jézus felszentelt tanítványai, illetve azok utódai, amikor a bűnbocsánatot nem csak hirdetik, hanem a feloldozásban, a lelki gyógyításban közvetítik katolikus hitünk szerint a bűnbánat szentségét, és közvetítik a bűnbocsánat lehetőségét. Jézus az irgalmas Isten követe, az ő fia, aki irgalmat akar, és ezt az irgalmat rábízza, ennek gyakorlását rábízza a tanítványokra. Ezen gondolkodunk most tehát a mai alkalommal, amikor János evangéliumából a 8. fejezet első versétől a 11. versig terjedő szakaszról gondolkodunk. Hamarosan folytatjuk közös gondolkodásunkat,
zenehallgatást követően. Yeah.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Szent János evangéliumának 8. fejezetéből az első 11 verset gondoljuk át a mai alkalommal, a házasságtörő asszony esetét, amelyben Jézus irgalmat gyakorol, és meghirdeti a bűnbocsánatot, nem ítélkezik, bár neki lenne joga, isteni hatalma ítélkezni, de irgalmat gyakorol, mert az Úrnak ez a szándéka, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem akarom a bűnös halálát. Ez az Úr szándéka, és a megváltónak is ez a küldetése, hogy irgalmat gyakoroljon. Menj, de többé ne vétkezzél, így bocsátja el az asszonyt, vagyis lelki gyógyulást ad számára. A gyógyulást azonban akarnia kell, meg kell változnia, meg kell térnie, és bizonyára ez a jó akarat, ez a szándék is megvan az asszonyban. A vádaskodóknak is be kellett látniuk azt, hogy egyikük sem bűn nélküli. Jézus valamit ír az ujjával, a porba, a földre. Lehet itt arra is gondolni, hogy a vádlóknak a bűneit írja, vagy sorolja ott föl, miközben eloldalognak onnan. Mindenképpen egy bibliai motívum ez, ahogy már az Ószövetség erről gondolkodott, hogy a földbe, a porba kell belevésni az ember bűneit. Minden esetre a bűnbocsánatra, a megtérésre mindenki rászorul, a vádaskodók is, akikből valójában vádlott lett ebben a történetben, és a fő vádlott is úgy mehet csak el nyugodt szívvel, ha megszívleli Jézus szavait, menj, de többé ne vétkezzél. Jézus, az irgalmas Jézus, gyógyít. Mint említettem, ez a történet valójában gyógyító történet, mert hiszen felmenti őt a kivégzés alól, pontosabban olyan helyzetet teremt Jézus, hogy elmennek a vádaskodók, és valójában elvonul a kivégző osztag, mert ott marad egyedül az asszony középen Jézussal, és nincs, aki elítélje őt. Jézus sem ítéli el, az életét akarja. Valójában a lelket gyógyítja az Úr Jézus, figyelmeztető szava is erre irányul, menj, de többé ne vétkezzél. Jézus a világ helyreállításáért jött, a messiás küldetése arra irányul, hogy újjáteremtse a világot, amit a bűn megrontott, amit elvesztettünk mi emberek a bűn következtében, azt visszaadja számunkra, és helyrehozza, helyreállítja, valójában a megváltást úgy is mondhatnánk, hogy újjáteremtés. És Jézus, amikor gyógyít, akkor ezt az újjáteremtést végzi, mert Isten gyógyít, ahogyan a Ráfael név is ezt jelzi, és az Ószövetségben olvashatunk már ugyancsak szép történeteket Isten gyógyító szeretetéről. Jézus és az ő tanítványai több alkalommal is tesznek csodát, visszaadják a betegek egészségét, és mindebben természetesen együtt jár ez, a bűnbocsánattal ebben a lélek gyógyítása is megtörténik. Jézus tanítványai hatalmat kapnak a gyógyításra, ugyanakkor sem Jézus, sem az ő tanítványai nem minden esetben gyógyítják meg a betegeket, nem minden esetben történik meg a meggyógyulás, mert az elsődleges szempont a Jóisten gyógyító szeretetében az a lélekre irányul. A bűnbánat esetében mindig megtörténik a bűnbocsánat is. Ebben
a Jóisten, hogyha megvan az ember részéről a bűn bánat, akkor ebben a Jóisten irgalmat gyakorol, ebben nem kételkedhetünk, hogy mindenkinek megbocsájt, vagyis a lelki gyógyulást mindenkinek megadja. Testi értelemben azonban nem mindenki gyógyul meg. Sok csoda történetet, gyógyító történetet olvasunk az evangéliumban, de nem mindenki gyógyul meg Jézus környezetében. Ugyanígy a tanítványok esetében is elmondhatjuk ezt. Vagy a mai csodák, vagy mai csodás gyógyulások esetében. Gondoljunk a kiemelkedő katolikus Mária kegyhelyre, Lourdesre, ahol nagyon sokan meggyógyultak már, de ott sem gyógyul meg mindenki, pedig tömegesen viszik oda, tömegével mennek oda a betegek. És minden a lélek szempontjából fontos, mert az Úristen a lelki gyógyulást akarja elsősorban megadni, és ha nem ad testi gyógyulást mellé, akkor bizonyára megvan annak is az oka. Legfőként az, hogy így válik esetlegesen a betegség az ember lelki javára, üdvösségére. Az elesettek, a betegek megerősítésére sajátos módon is megadja gyógyító szeretetét az Úr Jézus, és gondoskodik a gyógyulásról, illetve a gyógyításról, a betegek gondozására a katolikus hit és az ortodox keresztény hit szerint. Külön szentséget rendelt az Úr, pontosabban az ő gyógyító szeretetéből fakad egy olyan szentség, egy olyan felismerés az egyházban, amely kifejezetten a betegek megerősítését szolgálja, és ezt a betegek kenetének, a betegek szentségének nevezzük. Szent Jakab levelében olvashatunk egy olyan fontos figyelmeztetést, amit az egyéb gyógyító tevékenység gyakorlása mellett sajátosan a betegek javára fordít az egyház. Azt mondja, azt írja a Szent Jakab levele, ha valaki beteg közületek, hívassa az egyház papjait, elöljáróit, és tegyék rájuk a kezét a betegre, és ha úgy adódik, akkor meggyógyul, tehát testi értelemben is, de mindenképpen a bűnbánatban bűnbocsánatot nyer. Tehát ez a szentség is a lelki gyógyulást akarja először megadni, és emellett, ha az Úr úgy akarja, testi gyógyulást is ad. A betegek kenete hosszú időn keresztül a történelemben a haldoklók szentsége volt, és ezért utolsó kenetnek kezdték nevezni, és ez a ma már nem időszerű elnevezés, azért még mindig elhangzik, mindig ott él a köztudatban, a katolikus hívek körében, ezért is sokan elutasítják ezt a szentséget, nem élnek ennek megerősítő vagy gyógyító erejével, lehetőségével, mert az ember fél a haláltól. Ezért hát én is, mint pap elmondhatom, hogy bizony van velünk szemben egy ilyen tartózkodás, hogy papot hívni, na az már a véget, végórát jelenti, ha már valaki beteg, és papot kell hozzá hívni. Egyébként ez nem így van. Természetesen nem örülünk annak, hogyha ilyen félelemkeltő a hivatásunk, vagy legalábbis ezen a területen valami rosszat jelent, mert ezen a területen sem jelent rosszat a papi szolgálatnak ez a gondoskodása, mert nem kell okvetlenül meghalnia annak a betegnek, akihez már papot hívnak, és nem is az utolsó pillanatban, vagy a haldoklás folyamatában kell papot hívni, mert Szent Jakab levele sem erről szól, hanem valakinek súlyosan megromlott az egészsége, elgyengült, vagy a kora, az emberi időskor korlátai teszik indokoltá, akkor hívja és kéri a megerősítést. Nem beszélve arról, hogy a
bűnbánat és a bűnbocsánat mindenki számára fontos, és ez nem csak a betegek számára, hanem a testben épek számára is fontos. Mert sajnálatosan e tekintetben mindenkinek van gyógyulni valója lelki értelemben, és oka a gyógyítást kérni, vagyis a bűnbocsánatot. A betegek kenete tehát nem a haldoklóké okvetlenül. Föl lehet venni mindazoknak, akik betegek hosszú betegség keresztjét hordozzák, vagy hirtelen, súlyosan rosszul lettek, vagy megbetegedtek. Életkor szempontjából pedig időskorban, amikor már meggyengül az ember, vagy nap mint nap valami kockázattal is jár már az élet útját járni. Tehát az idős vagy betegek kérhetik a betegek szentségét, és mivel nem az utolsó kenet, hanem a lelki gyógyulást, vagy esetlegesen a testi épséget is megadó szentség ez, ezért ezt többször is föl lehet venni. Szokást templomokban fölvenni a betegek szentségét, közösségben, vagy az otthonába, vagy kórházi ágyhoz hívnak papot a betegek, vagy hozzátartozóik. Tehát megvan milyen, minden körülmények között a lehetőség ezt a szentséget kérni. Ugyanabban a betegségben is föl lehet venni a betegek kenetét, ha esetleg rosszabbra fordul valakinek az állapota. Ha úgy különösebb probléma nincsen, vagy a betegségben, vagy az időskorban az ember állandó állapotban van, akkor pedig elegendő egy évben egyszer, ha erre alkalom nyílik, akár egy templomi szentmise keretében a szentség felvételére, akkor is nagyon ajánlott ebből a szentségből erőt meríteni. Olajat használunk a szentség kiszolgáltatásánál, mégpedig ezt az olajat a betegek olajának nevezzük, és nagy csütörtökön a székes egyházakban a főpásztor, a püspök áldja meg a szent olajokat. A három szent olaj egyike a betegek olaja, és a következő húsvétig ezzel az olajjal szoktuk megkenni a betegeket. Az olaj egyébként gyógyító eszköz is, sebeket lehet vele tisztítani vagy kezelni, és ennek a gyógyításnak a kifejezője a lélek sebeinek meggyógyulására utal az olajjal való megkenés. Nagyon szép a szöveg, a betegek szentségének a szövege, amely mindenképpen utal a lélek gyógyulására is, e szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Tehát a szent kenet, a szent lelket közvetíti, ő az, aki gyógyít, aki által Jézus ezt a gyógyító szeretetet gyakorolja ma is. Ő hozza közénk a gyógyító megváltót, aki éppen azért küldte el nekünk a szent lelket, hogy megerősítsen minket. És amikor ezeket a buzdító szavakat kimondja a szent kenetet kiszolgáltató pap, mert csak püspök vagy pap szolgáltathatja ki ezt a szentséget, akkor meg szoktuk kenni a betegnek a homlokát és a tenyereit, és közben mondjuk a gyógyításnak a szavait, segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, és a gyógyulás a lélekben történik, és kezdődik először. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged. Tehát az egyéb gyógyulás, javulás az üdvösségnek a kérdése, és a szempontjából érdekes, úgy adja meg ezt nekünk az Úr, amennyiben ez az üdvösségünket szolgálja, olyan módon vagy ad gyógyulást, vagy megtart a kereszthordozásban.
Használjuk ki ezt is, ezt a lehetőséget, Jézusnak ezt a gyógyító szeretetét. Így jutottunk el valójában a házasságtörő asszony esetétől a betegek szentségéig, mert hiszen a bűn sebet ejt az ember lelkén, de ez a seb, mint betegség vagy testi halál, még jobban elhatalmasodik az emberen, sajnos a bűn következtében. De Jézus irgalmas, Jézus gyógyít, megadja a lélek gyógyulását, a bűnbocsánatot, megadja a test gyógyulását is, ha az a lelkünk javát szolgálja, és mindenkinek megadja, majd az utolsó napon a test szerinti föltámadást is, hiszen ő azért jött, hogy legyőzze a bűnt és a bűn szerzőjét, a sátánt, és meggyógyítson minket egészen az örök életre. Legyen ez biztatás számunkra, használjuk ki a bűnbánat lehetőségét, kérjük a lelki gyógyulást a Jóistentől, forduljunk bizalommal Jézushoz, ki most nekünk is azt üzeni, úgy járd az életed útját, hogy ne vétkezzél. Ezzel a bátorítással zárom a mai gondolatainkat a Lélekemelő című műsorunk végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!